Zárjál le. Tessék! Kezét csókolom, Betty néni. A Betty néni unokahúgának vagyok, a kislánya. Hát szerint, büszkén drágát, rögtön megismertelek. Gyere ide, lássalak. Jaj, de édes vagy. Na mondjad, mi újság? Levelet hoztam a Betty néninek. A mama küldte és csókoltatja a Betty nénit. Tessék. Ó, köszönöm. Na látjuk, mit ír a mama. Azért, mert a mama azt mondta, hogy legyek szomorú, és sírja, amikor átadom a levelet, hogy megsajnáljon minket a betűnél. Ezt mondta a mama? Igen, de tessék hamar elolvasni a levelet, mert nem tudok sokáig lőni. A Betty néni ezt nem tudhassa. Azért küldtek engem, mert én sokkal jobban tudok bőgni, mint az öcsém. Én úgy tudok bőgni, hogy az az ember idegeire megy. Rajna, hát, fejeztem, mert mindegy az idegeimre kész. Az a jó. A mama azt mondta, hogy addig folyton bőgjek, amíg a Betty néni pénzt nem ad. Hajjalla, na, ad ide légy szíves az orvosos szervegem, ott van az asztal sarkát. Jé, a pénz a száját ne adjam oda. Köszönöm. Pedig nekem azt mondták, hogy pénzt fogok kapni. Tökeletesre. Most nem bűgök, hogy ne zavarjam a Betty nénit az olvasásra, mert ez fontos. Betty néni. Igaz, hogy a Betty néninek szörnyű a szívén? A papa azt mondta, hogy a Betty néni borotválkozik, mert olyan balszava, mint egy örmesternek. Pedig a szívét kéne borotválni, mert olyan szőrös. Hát ez hallgatlan. Meg még egy érdekeset mondtak el magáról, hogy a Betty néni a fogához veri a garast. Tessék nekem megmutatni, hogy tetszik a fogához verni a garast. Milyen egyetem mondanak én róla? Ez még semmi. Azt is mondták, hogy a Betty néni vasaltatja a ráncokat az arcán. De hogy tetszik a fejét a vasalódeszkára? Hát megáll az eszre. Jaj, de tessék megállni az eszének, mindjárt lesz a végig olvasva levele. Ja, úgy, szóval te tudod, hogy mi van ebben a levélben? Persze, hogy tudom. A papa és a mama órákig tanácskoztak, hogy mit kellene írni a Betty néninek, hogy pénzt küldjen nekünk. Mama azt fogalt írni, itt állok kétségbe, és mert nem tudok enni adni a gyerekeknek, mert nincs egy kalap kenyér a háznál. De a papa azt mondta, ez nem jó. Te nem ismered ezt a vén varjút. Ezt képes átküldeni egy kiló kenyeret. Vén, valami vagy? Nem, valami másik madarat mondott, de azt elfelejtettem. Keselyű! Vén, keselyű, azt mondta. Ez még szebb. Igen, de nem ismered ezt a vén keselyű, ennek azt kell írni, hogy betegség van nálni. A betegség mindig hat az ilyen kis csacsira. Azt mondta rá, kis csacsira. Nem. Azt mondta, vénmarhára. De nekem azt mondták, hogy legyek kedves a Betty nénihez. Jaj, ez már sok. Ez sok! Na, és ezért írtuk, hogy betegség van nála, és hogy a mamának vakbélgyulladása van. Először azt akartuk írni, hogy isiásza van, de a papa azt mondta, ez nem jó. Nem kell idegen szavakat használni. A Betty néni úgyse fogja megérteni, mert a Betty néni unintelligens. Mi? Hogy én? Unintelligens vagyok? Igen. Meg még egy érdekeset mondtak, hogy dilinyos. Hát ilyeneket, de mondom, hogy én róla már. Ez még semmi. Tessék nekem megmutatni az arcát. Hogy milyen vastag bőr van rajta. Mindenki azt mondja, Betty nénének olyan vastag bőrön az arca, mint a cipőtag. Igaz, ez a fogja meg. És ezek után még azt nem értétek, hogy pénzt fogtok kapni tőle. Nem, az senki se remélte. De a mama azt mondta, hát mégis küld pénzt a Betty néni. Az utóbbi időben annyira megváltozott neki az. A
Szívem? Nem. Az agya. De akkor azt mondta, fogadjunk, hogy nem tudja vasat se ez a vén mumja. Ezt mondta? Igen, de nem akart vele fogadni senki. Azt mondták, hogy nem ismeritek ezt a vén... Mumját! Nem. Fúrját! Előadtam mumja, aztán a fúrja. Nehéz át ezeket a sok furcsa szavakat megjegyezni, de én mindig jó tanuló voltam, hogy egy szép verset. Daj, nem mondják, de nekem már semmi. Én kis Bözsi, ideállok Berti nénnek, gratulálok. A Dunában úszik egy nagy parcsa, Berti nénit az Isten sokáig tartsa, hogy milyen szép volt. Szép, köszönöm. Jé. Hát a Betty néninek megvan mind a két lába. Tudni, hogy a papa azt mondta, hogy a Betty néninek a fél lába áll a sírba. Pedig én látom, hogy megvan mind a két fél lába. Pedig a Svart bácsi, akitől az új bútorokat kaptuk, már nagyon türelmetlen. És miért türelmetlen a Svart bácsihoz szabad kérdeznem? Nem akarta odaadni az új bútorokat. Azt mondta, vannak vénasszonyok, akik 100 évig is elérnek. Azt mondta, ő erre nem pazírozhat. Hát ez hallott. De a papa azt mondta, na láttam én már karom varjú. Na ez volt a varjú, az előbb volt a keselyű, aztán a varjú. A karom varjú. Na hát ez már minden képzeletetlen. Szóval ti az én halálomra vártok? Nem, azt nem mondta senki. Na mit szépen? Csak azt tessék megmondani nekem, hogy hova tetszik beadni a kulcsot. Mit éve? Azt nem tudom, mert a papa mindig csak annyit szokott mondani, hogy egyszer mégiscsak be fogja adni a kulcsot. Jaj, vaj! Na mi? Igen. Hát én nem hinném el, hanem a saját fülemmel hallanám. Jaj, a fülér mit teszem. Igaz, hogy a Betty néninek vastagon van a füle mögött? Mindenki azt mondja, olyan vastagon van a füle mögött. Szóval az apád még a múltamat is gyalázza? Nem. A papa mindig dicséri a Betty néni múltját, mindig azt mondja, szép kis múltja van a Betty néni. Vasat sem van. Ne tessék ilyet csinálni. Hát tessék bebizonyítani, hogy a Betty néni nem es múcit disznó. Mindenki azt mondja, hogy a Betty néni es múcit disznó. Nem. Nem adok egy krajcát, sem adok, ha ilyeneket mondanak róla. Egy krajcát sem adok. Nem baj, ha a Betty néni nem ad pénzt. A mama azt mondta, nem volt. Na legalább az anyád mellettem. Nem baj, azt mondta, vegye rajta a koporsó szöget. De pedig én tetszik akarni koporsó szöget venni, engem tessék lekülleni, mert én nagyon szívesen levegyek.